csúsztatás, meg még egy, és aztán egy lövés távolról óriási gól, Szegi a gólszerző. A 41. percben megszerzi a vezetést a Gyirmót, 0-1. Itt egy csúsztatás, még egy, itt egy MTK játékos fejeli oda Szeginek, aki állítgatás nélkül hatalmas gólt lő, és bár ez még csak a forduló első gólja, de lehet, hogy a forduló legszebb találata is lesz. Hatalmas ballábas bomba. Gyönyörű gól.